Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: elég bátor vagy az ingatlan befektetéshez? Én írtam az ingatlanosámok könyveket, illetve tőzsdétől az ingatlan befektetési címmel előadást tartok, itt alattam most kattints, most hétvégén március 30-án online egésznapos tréning, várlak szeretettel, és valójában én biztos vagyok benne, ha megcsinálod azt, amit én mondok, mert gyakorlati előadás lesz, akkor bizony te milliókat fogsz keresni a tőzsdén, és az egy igazi passzív bevétel lesz neked. De akkor lépjünk tovább. Ezt azért tettem fel ezt a kérdést, mert legtöbb emberben ez nagyon hiányzik. Volt nem egy olyan klubtagom, és én több mint 2 év után jöttem rá, hogy tulajdonképpen megvan a pénz, minden egyben van, viszont ő fél kiadni ekkora összeget. Nyilván azért is, mert te is most veszel egy 50 millió forintért egy lakást, az bizony egy átlag embernek az egy nagyon nagy kiadás. Tehát nem az a szokva, hogy kiadok 100 000-et, vagy veszek egy nagy plazma tévét mondjuk 500 000 forintért, 1 millió forintért, vagy veszek egy autót 10 millió forintért, de mondjuk 1 milliót leteszek a többi hitel, tehát nincsen hozzászokva ahhoz, hogy ő ekkora pénzt adjon ki, főleg ha ez készpénz, és ilyenkor az, hogy nem elég bátor. Viszont nagyon érdekes, én magamról beszélek most, hogy bennem sokkal erősebb volt a vágy, mint a félelem, és mindig ez a kérdés. Ha sokkal jobban akartam én ingatlant venni, és ingatlan befektető lenni, én nem agyaltam túl a dolgot, a tőzsdei profitomból vásároltam egy családi házat, és oda mentem, és szívfájdalom nélkül odaadtam a pénzt, ugye akkor még egy szatyor pénz volt annak idején, főleg 5000-esbe. De ez a lényege, hogy erősebb volt bennem a vágy, mint a félelem. És itt az a kérdés benned is, hogy azt, amit te akarsz, hogy mi erősebb benned, a vágy erősebb, vagy a félelem? Ha a félelem, akkor nyilván nem mered kiadni, akkor agyalsz rajta, sőt, akkor még egy tőzsde számlán is agyalsz még fél órán keresztül, sőt, több napon keresztül, több héten keresztül, van nem egy ilyen ismerősöm, hogy figyelj, nyissál meg egy számlát, hú, de most ez a jobb, hú, most az a jobb, most akkor milyen költség? Mindegy, nyiss valahol, aztán meg később majd átrendezed a soraidat, ha akarod, de csinálj, cselekedj. És ilyenkor derül ki, hogy te mennyire akarsz ingatlan befektető lenni. Ha ez elég erős és nem probléma neked, akkor nagyon akarod, akkor meg fogsz mindent tanulni, ebbe tudok segíteni. Ha viszont nem elég erős ez a vágy, akkor a félelem fog felülkerekedni, és akkor bizony lehet, hogy előbb-utóbb veszel ingatlan, de nagyon-nagyon el tud melletted menni az élet, mennek az évek, a hónapok, a napok, és nem egy ilyen embert láttam, majd ha jó lesz az ingatlan ára, veszek. Tehát ez annyira megfoghatatlan, mert ha azt mondom, hogy hát ha leesik a panel ára mondjuk Győrbe 20 millió forintra, akkor veszek. Lehet, hogy sose esik le, de van egy konkrétum bennem. De ha azt mondom, majd ha jó lesz, mi az, hogy jó lesz, meg mikor lesz az jó, meg kinek, meg ha jó lesz, akkor lesz annyi pénzem egyáltalán, vagy akkor leszek olyan bátor, oké? Tehát ha te valamit tényleg akarsz, mondjuk egy ingatlant akarsz venni, azt a végén egyre konkrétabban fogod tudni és látni, hogy az az ingatlan milyen lesz, amit te meg akarsz venni, vagy meg fogsz venni. Ebbe viszont biztos lehetsz. Úgyhogy pontosan ezért találtam ki a tőzsdétől az ingatlan befektetésig című egésznapos online előadást, hogy ebbe tudjak segíteni, hogy az ingatlanra neked minél gyorsabban összejöjjön a pénzed. Itt ez a lényeg az egésznek. Úgyhogy itt alattam most kattints, és segítek összehozni ezt a pénzt neked. Szia!